Kedden az őszi szezonból elhalasztott 2-1-es vendégsikerrel záruló Zalaegerszeg-Ferencváros mérkőzéssel elrajtolt az NB1-es futballszezon. Hétvégén pedig már teljes fordulót rendeznek az élvonalban. A 12 csapat közül 11 külföldön készült a tavaszra, a Kisvárda 10 napot töltött Törökországban. A várdaiak 2 győztesmes mellett 1 döntetlent játszottak. Török László vezetőedző azonban nem csak az eredmények miatt lehet elégedett a látottakkal. Volt szerb, lengyel és cseh ellenfelünk, mind első ligás csapatról beszélünk, az ellenfelekről, úgyhogy így indultunk neki a felkészülésnek, amit kitűztünk célul, azt az edzésekben, gyakorlatokban maradéktalanul el tudtuk végezni, és az edzőmérkőzésekből is pedig jól jöttünk ki, tudtuk gyakorolni azokat, amiket megbeszéltünk, azokat a csapatjáték fejlesztésen, csapatrészeken, fejlesztéseken belül is úgy érezzük, hogy kaptunk vissza sokat, amit előre megbeszéltünk, felvázoltunk a játékosoknak, úgyhogy ez a 10 nap, ez minden szempontból jó volt, stábkohézióból és ugye csapatkohézióból is úgy gondolom, hogy tudtunk tovább lépni. Nem beszélve arról, hogy ugye ez már a bajnoki rajt utolsó mérkőzés is már szinte, de mondtam a felkészülés is, az első bajnoki rajt jegyében történt meg. A tavaszi nyitófordulóban a Paks látogat Kisvárdára. A két csapatot 3 hely és 4 pont választja el egymástól a tabellán. A Paks egy nagyon jó csapat. Folyamatosan elemeztük őket a felkészülési mérkőzéseiket. Biztos vagy benne, hogy ők is a mieinket. Mindenféleképpen az a célunk, ugye, hogy eredményesek legyünk az első fordulóban, és továbbra is a bajnokságban. Egy hasonló szereplés, talán egy kicsivel még jobbat is elvárhatunk magunktól a tavaszi bajnokságban. Első mérkőzés persze mindig nehéz, de minden meccs nehéz, ahogy mondtuk, hogy nagyon éles bajnokság lesz. Viszont a célunk az, hogy itthon tartsuk a 3 pontot, és hogy kiszolgáljuk a közönségünket, és egy jobb hétvégét szombat délután szerezünk nekik, mint amikor legutóbb a hazai mérkőzésen itthon játszottunk a Zalaegerszeggel, mert ugye az egy elég szomorú nap volt számukra, meg ő számukra is, ugye vereséget szenvedtünk, nem is akármilyet, játékban is, és eredményben is ez elszomorító volt. Úgyhogy ezt szeretnénk egy kicsit korrigálni, és jóvá tenni. A Kisvárda csütörtökön 17 órától tartja hagyományos szurkolói ankétját a Bessenyei gimnázium dísztermében. A Paks elleni mérkőzés szombaton 14 óra 30-kor kezdődik a Várkerti stadionban. A 17. forduló további párosítása a következő, DVSC ZTE, Ferencváros Vasas, Mezőkövesd Puskás Akadémia, Újpest Budapest Honvéd és Kecskemét Molfehérvár FC.